Január 6-a vízkereszt napja. Az egyik legősibb keresztény ünnep Jézus megjelenésének momentumait kapcsolja össze, így a napkeleti bölcsek imádását, Krisztus megkeresztelkedését és első csodatételét. A katolikus egyházban ez a karácsonyi ünnepkör végét és a farsangi ünnepkör kezdetét is jelzi. Ehhez számos népszokás is kötődik. Eleink például ezen a napon a templomból hazavihettek magukkal szentelt vizet. Mire használták a szentelt vizet? Hát a szentelt víz az, ami ugye a születésünktől a halálunkig végigkísér az emberi életnél, de ugyanakkor bármi nemi tragédia történik, vagy bármi nemi katasztrófa, akkor is a szentelt víz az, ami segít. Emellett a három királyok története is nagy szerepet játszott, főként a gyerekek életében. Vízkeresztkor ugyanis a kicsik házról házra jártak, és bemutatták a napkeleti bölcsek történetét, amiért cserébe almát vagy apró pénzt kaptak. Ugyancsak fontos volt ezen a napon a házszentelés is. A keleti egyháznál viszont másként ünnepelnek. Az ortodox vallásban ekkor született Jézus, ami az év kezdetét is jelenti. Ez a keleti egyháznál a felnőtteknek is a megújra keresztelése. Ekkor vannak a kultikus, hát úgymond, hogy hideg vízben való megfürdetik magukat, vagy vízbe vetik magukat. Ez a keleti egyházra jellemző, hogy a másodszori keresztelés is megtörténik ilyenkor. Vízkeresztnapja egyébként 2014-től a Magyar Katolikus Egyházban is parancsolt ünnep, szemben azzal a korábbi gyakorlattal, amely a hozzá közelebbi vasárnapra tette.